Itt van mellettünk, a közelünkben Magyarország kolozsvári főkonzulátusának a sátra. Hát hagyományosan ide kivonul a konzulátus, a főkonzulátus a Fesztivál utcába, és gondolom, hogy idén is nagyon-nagyon gazdag programmal. Demeter Katalin konzult köszöntöm, jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket, üdvözlöm a nézőket, és először is arra csábítom Önöket, hogy ne üljenek otthon, hanem jöjjenek ide a Farkas utcába, és itt a Magyar Napokon személyesen vegyenek részt ezekben a fantasztikus programokon. Magyarország kolozsvári főkonzulátusa számos egyéni és társszervezőkkel közösen létrehozott rendezvényel készült a 9. Kolozsvári Magyar Napok kulturális esemény sorozatára. Az idén is volt, az volt a célunk, hogy minél színesebb, minél több tematikát felülelő programmal várjuk az ide érkező kicsiket, nagyokat. Volt kerekasztal beszélgetésünk, beszélgetések, kulturális programjaink voltak, és mind a Mátyás király évéhez kapcsolódóan a Magyarság házával közösen interaktív játékokat szerveztünk ide a főkonzulátus sátrába, ahova most is várják kollégáim a gyerekeket és a szülőket, Mátyás király kvízeknek a nyertesei, karkötőket és foglalkoztató könyveket kaphatnak, de azok, akik egy kicsit ilyen hűsítőbb szórakozásra vágynak, azok a 17 órakor kezdődő Csupó Gábor Papa Pia című filmet tudják megtekinteni a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem aulájában. A holnapi nap folyamán 16 óra 30 perckor a varázslatos Bánfi Ménes kiállítás megnyitóra kerül sor, és ezt követően egy siker, magyar siker filmet mutatnánk be Önöknek, a Kincsem című filmet, ami után várjuk a beszélgetésre az odalátogató vendégeinket. Hát valóban nagyon színes a program, és a vetítésből azt hiszem, hogy még van holnap. Igen, vetítésből a Kincsem filmből. Kincsem van, ma a Papa Pia, holnap a Kincsem, és holnap még lesz egy örömfőzés, ahol főkonzul úr meglepetés főzéssel várja a vendégeket. Demeter Katalin konzulasszony, köszönjük szépen a beszámolót, és tényleg, kedves nézők, ne feledkezzenek meg az örömfőzésről sem.